Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit és hallgatóit Attilák között. Itt van velünk Borsos Attila Eszter, megszokhatták a nézőink, és Ballai Attila kiváló kollégánk, a Kézilabda Szövetség stratégiai főtanácsadója. Sziasztok! Sziasztok! Na Ati, akkor bármint Ballai Attila, mert ez az Ati, ez most nem fog működni, mert ez mindjárt mindkettőtökre vonatkozik. Kezdjük ezzel az utóbbi titulussal. Mit akar ez pontosan, ez a stratégiai főtanácsadói titulus? És most ugye elég forró a helyzet szinte minden tekintetben. Miben kellett utoljára főtanácsot adnod, és mi volt ez? Hát ugye akkor még messzebbről kell kezdeni, mert 2000 óta dolgozom a Kézilabda Szövetségben, nem titok, hogy 2000-ben sajtófőnökként jöttem be, hiszen alapvetően felállásban mindig újságíró voltam, soha nem dolgoztam felállásban a Kézilabda Szövetségben. Azt is mondhatom, nyugodtan mondhatom, hogy sokkal inkább szenvedélyből és szeretetből csináltam ezt, mint munkajellege, hiszen az első 11 évben 0 forintot kaptam érte, aztán elmentem 4 évre, és amikor visszajöttem 2015-ben, akkor kommunikációs és marketing igazgatóként jöttem vissza. De az újságíráson belül úgy alakult az életem, hogy napi szinten nem tudtam itt tovább dolgozni, egyet hátra kellett lépnem, de ettől még szerencsére a szövetségvezérkar is úgy gondolta én is, hogy a kommunikációs kapcsolataimat vagy tapasztalataimat nem kellene feláldozni. Tehát ez a főtanácsadás az alapvetően továbbra is a kommunikációra, marketingre, PR-ra irányul, nem én szeretném a versenyrendszert megszabályozni, meg reformálni. Oké, az első felére megvan a válasz. Mert ennek ellenére mégis ugye úgy döntött a szövetség is, hogy most például az aktuális kérdésekkel kapcsolatban te képviseled úgymond a Kézilabda Szövetség álláspontját. Nyilván akkor egyeztettétek a nézeteket és a véleményeteket, és mi volt az a legutóbbi szituáció, amiben kikérték a véleményedet, amiben elmondtad, és amiben végül is jutottatok egyről a kettőt. Alapvetően nyilván az, hogy egyes döntéseket vagy döntés előkészítéseket belül és kívül hogyan kommunikáljunk. Legutóbb a 2022-es Európa-bajnokság regionális lapokban a majdani vidéki helyszínek stratégiának felépítésében kérték ki a tanácsomat, ha úgy tetszik, vagy illetve vázoltam fel én egy olyan tervet, hogy szerintem már most ősszel, másfél évvel durván az esemény előtt, Szegeden, meg akár a többi olyan helyszínen, ahol nem lesz EB mérkőzés, de érdeklődnek az emberek a kézilabda iránt, tehát mondjuk Veszprémben, hogyan kéne már most vonzóvá tenni egy azért. Tehát nagyjából ez mutatja a stratégia meg a taktika között. Na, most egy kicsit megleptél őszintén szóval, mert azt gondoltam, hogy ugye annyira akut a helyzet itt COVID ügyben, és ez átszövi a mindennapjainkat, meg a verseny kiírást is, hogy talán ez van a célkeresztben. Ez van a célkeresztben, csak itt még az a baj, hogy tehát nem tények és információk, hanem hipotézisek és jövőbeni vélelmek alapján lehet különféle stratégiákat felállítani. Így aztán, amit ma mondunk, az holnap egyáltalán nem biztos, hogy igaz lesz, úgyhogy természetesen napi szinten beszélgetünk erről, és megvan a véleményem nagyon sok mindenről, ki is kérik, el is mondom adott esetben olyankor is, hogyha nem kérik ki. De most nagy képviség lenne részemről azt mondani, hogy én határoztam meg, hogy a Covid-dal hogyan éljen együtt a sportág a következő egy-két hónapban, mert hát erre nem csak én nem vagyok képes, hanem senki sajnos. Mindenesetre egyébként így még a 22-es EB-vel kapcsolatos kommunikációval is nehéz lehet a mostani fejjel erre gondolni, mert ugye az emberek most nem nehezen tudják elképzelni azt a képet, ami mögötted van egyébként a fejed körül, hogy egy ilyen teltházas Európa-bajnoki mérkőzésen nyugodtan üldögélhetünk, és nem arra kell gondolnunk, hogy éppen ki tud-e állni a csapatunk, vagy ki tudunk-e menni a stadionba. Úgyhogy ez egy komoly kommunikációs feladvány szerintem. Az az érdekes, hogy 2022. januárját illetően már optimista vagyok. Szerintem jövőre el fog jutni oda a világ, hogy vakcina legyen. Ha lesz ennek a vírusnak számos mutációja arra, és remélem, hogy lesz egy általános rendezés és vakcina, egyszerűen nincs más választásunk, és nem csak azért, tehát nem csak a kényszer miatt, hanem mert akár az Egyesült Államokban, akár Európában, akár Oroszországban, és talán nem tudjuk, hogy Magyarországon is tart már ott a kutatás, hogy ebből jövőre lesz vakcina. Tömegesen előállítható és hozzáférhető vakcina lesz belőle. A
2022-t illetően optimista vagyok. Őszintén bevallom, hogy az olimpiát sokkal jobban féltem a pillanatban, mert abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy addig végig tud futni ez a procedúra. Az olimpiai selejtezőről nem is beszélve, mert azt már márciusban le kéne játszani. Tehát, hogyha azt kérdeznétek, hogy márciusban mi lesz az olimpiai selejtezőn, akkor arra még hipotetikus válaszok se lenne. Akkor én nem azt kérdezem, hanem nézzünk csak sokkal-sokkal közelebb. Mi lesz a magyar bajnoksággal? Mi lesz a bajnokok ligájával? Hogy látod? Nem tudom, olvastad, de épp a Komló edzőjének a nyilatkozatát, aki teljes kétségbeeséssel beszélt arról, hogy egyszerűen halványgőze sincs, hogy tudnak készülni, hogy tudnak edzeni, 12 fertőzött játékosuk van, azoknak mennyit kell kihagyniuk. Most már azt gondolom, hogy átbillent a libikóka, szinte több az elmaradt mérkőzés, mint a lejátszott. Hogy lehet ezt menedzselni az egészen közeli jövő? Most még azért messze nem több az elmaradt mérkőzés, mint a lejátszott, de a tendencia rossz mindenképpen. És szerintem sem a kézilabda szövetségben, de most a világból ne vegyük ki a kézilabda szövetséget, tehát ne essünk abba a hibába, már nem ti vagy én, hanem úgy általában a kézilabda sportágnak a szereplői, hogy abba bíznak, hogy amit az egész világ nem tud megoldani, azt majd a Magyar Kézilabda Szövetség a magyar kézilabdában megfogja, mert nem fogja. És a sportban számos ilyen wishful thinkingnek hívják ezt, ugye, tehát abba bízom, hogy majd a rasszizmus megszűnik a stadionokon belül, miközben az egész világon hogyan szűnne meg idén, de majd a stadionokon belül megszűnik. Na, messze mentem. Kezdjük onnan, ugye, hogy ez egy Viszmajor helyzet, és azt nem tudom, hogy a hallgatók közül hányan tudnák megmondani, hogy szó szerint mit jelent a Viszmajor, mert alapvetően az értelmét mindenki tudja. A Viszmajor azt jelenti, hogy nagyobb erő. Egy nagyobb erővel nézünk szembe. Nem lehet úgy tenni, mint hogy ezt a nagyobb erőt most le tudnánk győzni. Ezért szerintem a helyzet a következő. Most az én véleményem, mert ami a javaslatai lesznek, meg vannak a szövetségnek, azt először természetesen a ligával kell közölnie, egyeztetnie, és majd a ligának a véleményét mindenképpen nagyon erősen beépítve kell meghozni napi szinten, a napi változó környezetben a szabályozások. Én azt mondom, hogy mindenképpen cél az, hogy ennek a bajnokságnak legyen egy normális vége. Ne olyan, mint tavaly, lehessen lezárni a bajnokságot, és a lezárás pillanatában lehessen eredményt hirdetni. Eredményt hirdetni pedig csak akkor lehet, ezt egyszer le is írtam, ezt aki játszott konfoci bajnokságot a lakótelepen, az is tudja, hogyha a csapatok azonos számú mérkőzést játszottak, csak akkor van korrekt eredmény. Valahogy ezt el kéne érni. Én is attól tartok, hogy egyre inkább megyünk bele a vírusba, egyre több meccs el fog maradni. Amiben bízom, az a következő. Tavaly tavasszal tört ki a vírus, és mivel a bajnoki rendszer őszi-tavaszi, rögtönözni kellett egy vagy másfél hónap alatt. Most ősz van. Szerintem most semmi olyan végleges vagy végletes döntés nem lehet meghozni, amit esetleg februárban újra gondolnánk, és ha minden gyönyörűen menne, március-április-májusban le lehetne játszani egy bajnokságot. Ha nem annyira gyönyörűen, május-júniusban is le lehetne játszani egy bajnokságot. De most semmiképpen nem, mondok egy szélsőséges esetet. Semmiképpen nem tennék bele 14 csapatot buborékba, nem erőszakolnék le 13 fordulót, és hirdetnék bajnoki végeredményt november 15-én, mert lehet, hogy tavaszra kitisztul az ég. Igen, én is egyetértek ebben, hogy most még ott tartunk, hogy a jövő képünk az pozitív, tehát hogy a jövő tavasszal mi lesz, arra azt gondoljuk, hogy jó lesz. És amit le lehet most játszani, azt le kell, amit nem, azt majd valamikor lejátszunk. Pontosan. Én is azt mondom, hogy amit most le lehet játszani, azt játsszuk le. Nyilván első az egészségvédelme, ne kockáztassuk. Ugyanakkor olyan se legyen, ez a másik véglet, elméleti, nem egy konkrét esetre gondolok, olyan se legyen, hogy valakinek, mert éppen most nincs kedve játszani, mert úgy érzi, hogy nincs jó formában, vagy van három sérültje, legyen egy hivatkozási alapja, hogy én most félek attól, hogy az X csapat, ahova mennénk, ott az egyik játékosnak, a nagynényének, a szomszédja covidos lett, nem játsszuk le a meccset. Azért ilyen se legyen, mert minél több mérkőzés normális körülmények között le tudunk játszani, annál könnyebb lesz a tavasz, a folytatás. Most azt vetném föl, hogy ez azt jelenti, hogy esetleg abba az irányba elmozdul a szövetség, hogy az NB1-es mérkőzések előtt is tesztelik a csapatokat, mert ugye ez egy polémia volt, hogy a BL-ben meg az Európa Kupában folyamatos tesztelés van, a Magyar Bajnokságban nem, és akkor így a kicsit összekeveredett a dolog, hogy akkor lehet, hogy ez a megoldás, hogy az NB1-be is rendszeresen tesztelnek? Bocsánat, Ati, miért válaszolsz? Itt hagyj vesek közbe valamit. Ez ugye azért is szerintem elég indokolt kérdés, mert ha jól tudom, javíts ki, ha rosszul tudom,
úgy tudom, hogy végül is elfogadott tény az, hogy a tesztek költségeit lehet TAO-ból fedezni a kluboknak, ha nem költötték el az összes TAO-jukat. Ez azért egy elég komoly lehetőséget biztosít arra, hogy folyamatos tesztelés legyen. Finoman fogalmazva, mégsem mindenki él vele. Ati nagyon pontosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy esetleg elmozdul abba az irányba a szövetség, tehát mindenképpen mérlegelés tárgya. Tudnélik a helyzet a következő. És igazat adok neked is, persze, hogy fontosak az anyagiak is, de azért az egészség nem lehet az anyagiak függvénye. Tehát az alapkérdés az az, hogy megérette az általános egészségügyi helyzet arra, hogy teszteni kell, vagy nem kell. És miután tegnap előtt mondjuk a cseh miniszterelnök azt mondta, hogy az is lehet, hogy be kell vezetni a szükségállapotot, Közép-Kelet-Európában vagyunk mi is, hasonló tendenciákra számítunk mi is, én is azt gondolom, hogy az egészségügyi helyzet megérett arra, hogy a tesztelést mindenképpen komoly mérlegelés tárgyává kell tenni. És hogy az a döntés születik, tesztelni kell, akkor annak a jogi, egészségügyi, a gyakorlati és az anyagi feltétele is egyébként adotta. Tehát gyakorlatilag egy döntést kell hozni, szükség van a tesztelésre. Napról napra én azt gondolom, hogy egyre inkább afelé halad a világunk, hogy igen. Jó, abszolút igazad van. Tehát én az anyagiakat csak azért hoztam szóba, mert eddig sem az volt az érv a teszttel szemben, hogy nincs szükség rá, hanem arra, hogy nincs pénz rá, mert tényleg baromi sokba kerülnek a tesztek. Ha minden héten 2-3 tesztel egy csapat, az a végén milliós nagyságrend, és nem is egy számjegyű milliós, hanem több számjegyű milliós, és azért itt már joggal merül fel a kérdés, hogy ki fizeti a révészt. Igen, András, csak a kettőnek szerintem van egy szintézise. Az pedig egyrészt az anyagi, másrészt az egészségügyi helyzet, és hogyha a kettőt összevonom, akkor azt mondom, hogy hetente kétszer tesztelni, és megállapítani, hogy mindenki negatív, és azért reszelős pénzeket kifizetni mondjuk egy hónapon át, és egy hónapon át egy országban találni egy pozitív tesztet, az nincs arányba a kettő egymással. De ha már olyan az egészségügyi kockázat, hogy igenis, 1, 2, 3, 4, 5 pozitív esetet produkálunk csapatonként, klubonként, városonként, akkor nincs más megoldás előbb-utóbb, mint tesztelni, mert sajnos ráadásul ugye volt már példa arra, a fiatal birkózó srácról beszélek természetesen, volt rá példa arra, hogy itt most nem arról van szó, hogy náthás leszel, vagy nem leszel náthás, hogyha a beteg vagy, és fokozott fizikai terhelésnek vagy kitéve, annak nagyon nagy az egészségügyi kockázata. A pillanatnyi és a szövődményeket tekintve is az egészségügyi. Abszolút. Tehát tesztelni kell, és az anyagiak rendelkezésre állnak hozzá. Igen, jó, ennyi maradó szerepe ebben a beszélgetésben, igen, de akkor tovább gördítve a gondolatmenetet, hogy mondjam, hát elég erőteljesen élnek azok a szóbeszédek, hogy jó néhány klub azért tiltakozik a folyamatos tesztelés ellen, mert azt a bizonyos TAO-pénzt már elköltötték másra, amire nem feltétlenül kellett volna, tehát nincsenek anyagi forrásaik a tesztelésre. Te is pontosan fogalmaztál, ez szóbeszéd. Én mindig azt mondom, mi stratégiai főtanácsadó, és kommunikációban kétféle lehetőség van. Vagy nem mondunk semmit, vagy elmondunk mindent. A kettő, most ez az én feladatom, a kettő között, hogy utalunk, célozgatunk, sejtetünk, ilyen nincsen. Én most ebben az utcában azért nem megyek bele, mert ennek semmiféle hivatalos nyoma, megerősítése nincsen. Jó, most akkor máshogy kérdezem, a szövetség kötelezheti, akkor, és ez egy konkrét kérdés, eljuthat oda a helyzet, mert látjuk, hogy a tendencia az tényleg elég félelmetes, hogy a szövetség kötelezi a klubokat arra, hogy igen, vagy TAO-ból, vagy saját költségből ki kell fizetni a folyamatos teszteket? Hát a szövetség a ligával egyetértésben fogja meghozni a döntését, a ligának mindenben szinte, ami a verseny kiírással, a bajnokság szervezésével kapcsolatos vétójoga van. Tehát ha megengeditek, az egyik előző adásban valaki mondta, hogy nem a szövetség érdekei, hanem a klubok érdekei mentén kellene haladni. Tipikusan ez egy torz látásmód. A szövetségnek nincsenek érdekei ebben a történetben. Egész pontosan a szövetség érdekei az a kluboknak az érdekei. Na most a versenykírásban lehet azt rögzíteni természetesen, és a versenykírást is, az illető úrémben azt is mondta, hogy lehet, hogy el kell térni a versenykírástól. Nonsense. A versenykírást kell megváltoztatni. A versenykírást akkor olyan irányba kell változtatni a liga és a klubok egyetértésével, hogy egy mérkőzés megrendezésének alapfeltétele legyen a tesztelés. Ha ez a döntés megszületik a liga egyetértésével, akkor onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy kötelező a tesztelés. Ha ez a döntés nem születik meg, az egy katyfasz lesz, de akkor nem születik meg, akkor nem lehet kötelezővé tenni.
Akkor reméljük, hogy kötelező lesz. Én a magam részéről legalábbis ezt gondolom a kiútnak, mert az tényleg különösen úgy, ugye, hogy az Európa kupás csapatokat megállandóan tesztelik, és mondjuk játszik a Fradi játszott volna mondjuk Kristianstadban, és utána hazajön és lejátsza a Szombathely elleni meccset, ahol nincsenek tesztelve a játékosok, akkor az olyan kicsit hülyén néz ki. Igen, de az a baj, és szerintem egy fél perc mellékszállat ez megér, de az egész világunk hülyén néz ki, tehát nincs az egészben ráció. Bemegyek a cukrászdába Szigetszent Miklóson süteményt venni. Azt mondják, hogy csak akkor jöhetek be elvitelre süteményért, hogyha rajtam van a maszk. Benn négy ember nagy elővel krémes teszik, természetesen maszk nélkül, mert hogyan máshogy lehetne krémes tenni. Tehát bent lehet enni maszk nélkül, elvinni csak maszkkal. Igen, tudjuk, hogy hülyeség, de ez van. Azt ne várjuk el, hogy ebbe az eszemen felfordult világba lesz egy sziget a Magyar Kézilabdasport és a Magyar Kézilabda Szövetség, ahol minden a ráció mentén fog haladni, és mindent előre fognak tudni, mert ez nem lesz. Na jó, de törekedni lehet rá. Hogy a törekvés az maximálisan megvan. És a másik része pedig ez, hogy én azt nagyon szeretem, és olyan, hogy mondjam, tehát olyan bájos, megegedő mosolyan nyugtázom, amikor itt a szövetségben dolgozik X ember napi 10 órában, hosszú-hosszú évek óta ennek a sportágnak szentelve mindenét, a szereti, a szenvedét, az összes gondolatát, és kitalál valamit, és akkor jön valaki, aki 4 évvel ezelőtt még azt hitt, hogy a kézilabdát fakockával játsszák, ő valamelyik klubhoz kötődik, a saját csarnokának a falain nem lát túl, és azt mondja, hogy nem, így nem, így nem. Igen, nem tud mondani, mert nagyon nehéz igeneket mondani. De így nem, így nem, így nem. Hát itt azért az emberek azzal töltik a napjaikat, hogy törekedjenek rá, hogy úgy fogalmazzak. Világos, ez teljesen egyértelmű, de hát ugye főállásban te is újságíró vagy, aki a gondolatait veti papírra, vagy mondja el. Tehát nyilván azt meg senkitől nem lehet elvitatni, hogy legyenek érvei, ellenérvei. És ellenérvei ilyen... legyenek, de én javasoltam, amikor áprilisban mindenki elmondta, hogy mi nem jó. Javasoltam, hogy tegyünk fel a szövetség honlapjára egy felhívást, hogy tisztelt klubok, sportvezetők, laikusok, bélyeggyűjtők, mindenki, akinek van egy olyan koherens javaslata, hogy ezt a bajnokságot hogy lehetne úgy korrekten lezárni, hogy mindenki azt mondja, hogy így volt a legjobb, azt küldje már, azt végül nem tettük fel, kérés nélkül is kaptunk javaslatokat, csak szakmai vagy jogi nonszenszeket kaptunk írát, amelyekről 3 perc alatt derült ki, hogy ezt így nem lehet, udvariasan mindenkinek megválaszoljuk. Sajnos nagyjából most ugyanez a helyzet, vagy még rosszabb. Azt gondolom, hogy olyan világot élünk, utalva arra is, amit te is mondtál, hogy itt nincsenek jó meg rossz, kevésbé jó, meg kevésbé rossz megoldások, meg ilyen érvrendszer, meg ideológia alapján vállalható és nem vállalható döntések, aztán sodródni kell az árral, mert nincs más lehetőség. Tehát fekete és fehér állapot biztos, hogy nem fog ebből a közeljövőben kisülni. Szerintem hagyjuk a COVID részt, bár érintőlegesen ide kapcsolódik a Fradi esete, és ez nem szövetségi vélemény, hanem most már akkor csak beszélgetünk, mint kézilabdát szeretők meg barátok, több ismereted van ebben a kérdésben. Ennek a gyakorlati része, hogy a Fradi járt most, ez hogy néz ki? Hogy sikerült elintézni a hazajövetelt? Kinek a költsége a két kimaradt játékosnak az elszállásolása? Egyáltalán ez a rengeteg pénz mondjuk, amit a Fradi most elküld, költött erre a norvégiai útra, ez megy a kukába, és aztán ezt majd újra ki kell fizetni. Mit tudsz erről? Nem hivatalosak az információim, nekem abszolút, sem nem dolgozom a Fradinál. Azt tudom, hogy igen, ez a pénz megy a kukába. Az a két játékos, aki nem tudott hazajönni, az a Fradi költségén van ki, Norvégiában, egy szállodában, nyilván norvég árszínvonalon. Valamikor majd gondolom, hogyha normálisan befejeződik a BL, akkor újra el kell utazni Norvégiába, az akkor megint a Fradinak a költsége lesz. Tehát az EHF részéről ez nagyon jól hangzik, amikor az EHF azt mondja, hogy legjobb lenne mindenkinek charter repülővel, vagy egy bérelt géppel elmen az adott mérkőzés helyszínére, csak hát erre különösen a női mezőnyben nagyon kevés csapatnak van meg a pénz a fedezet. Úgyhogy lassan oda jutunk, hogy a BL... azoknak, akik nem jutnak be a Final Four-ba, most némi malicával mondhatom, hogy vagy azoknak is, akik bejutnak, mert nem játsszák le a Final Four-t, az egy anyagi csőd lesz. Így. Egyébként a női kluboknak különben is az. Tehát
Elég sokat beszéltünk még a Barta Csabáraval is erről, amelyik ugye a leggazdagabb klub tulajdonképpen, és ráadásul meg is nyeri a BL-t, tehát mondjuk a bevétele a BL pénzekből talán a legmagasabb, de hát ők is azt mondják, hogy az Európa Kupa a női szinten az mindenképpen egy ráfizetéses dolog, és nyilván, hogyha hamarabb kiesel, akkor kevesebb a költséged, viszont kevesebbet is kapsz vissza. De hát azt hiszem, hogy a női kézilabda igazából, különösen nálunk nem arról szól, hogy meggazdagodjanak a klubok rajta, hanem az a fajta közönség igény, ami a női kézilabda iránt van, azt kell valahogy kielégíteni, mert ugye általában a női sportágak a világban egy-két kivételtől eltekintve nem nagyon rentábilisak a szponzori oldalról, úgyhogy ez egy ilyen különleges finanszírozást igénylő tevékenység, de hát ezt tudják jól a klubok is nyilván. Igen, így van, én is azt gondolom, hogyha csak a csapatsportokat nézem, akkor a kézilabdában van még a női szakágnak az a presztízs, amikor érdemes arról beszélni, hogy na hát most a női BL az micsoda rang. Hát, hogy más nem mondjak, szerintem a kézilabda az egyedül olyan sportág, ahol mondjuk a felnőtt női válogatottal, hogyha összetennél egy serdülő fiú csapatot, akkor hát az egy éles meccs lenne. Az összes többi sportágban a fiúk agyonvernék a lányokat. Tehát a női kézilabda szerintem messze kiemelkedik a többi női csapatsport közül, és itt igen, való, a BL az egy olyan, a női kézilabda BL az egy olyan versenyforma vagy brand, hogy éppen az a nehézség, hogy mert hogyha senki nem lenne rá kíváncsi, akkor egy kézlegyintés el lehetne intézni. Ugyan hagyjuk a fenébe, hát lényeg az, hogy a férfi meglegyen. De nem. Hát számos országban, hát aztán neked vagy nektek nem kell mondani, a női szakák fontos, mint a férfi. Vagy nem fontosabb, de népszerű. Na de ha nézzük a férfi BL-t, azért ott sem abszolút rózsás a helyzet, hogy csak a Szeged esetét említsük. Ugye most nem tudták lejátszani a PSG elleni meccset, jelenleg 6 fertőzöttel. A jelenállás szerint, ezt hangsúlyozzuk, ugye hétfő dél van, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, el kell a csapatnak mennie. Kielcében játszani kell. Tegnap hallottuk Szűcs Ernőt a harmadik félidőben, aki elmondta, hogy a 8 utánpótlás csapatuk közül 2 tud edzeni összesen, mert mindenhol karantén van, tehát már onnan sem nagyon tudnak meríteni. Lassan ott is bezárul a kör. A Szeged számára ez elképesztő bal szerencsés útja a Szegedet, hogy egy hihetetlen embert próbál a feladatot, igyekeznek megoldani, miért le a kalappal előttük. Ha belegondoltok, már ugye a most még be nem fejeződött előző szezonnak is a Szeged a legnagyobb vesztese, mert lett volna egy Szeged-Veszprém negyeddöntő, egy abszolút kétesélyes negyeddöntő, és ha most lesz egy Final Four Kölnbe, akkor nem lesz negyeddöntő, hanem lejátszák azt a 4 mérkőzést. Miközben most ez már összeesküvés elmélet, de talán ennyi belefér. A női BL-t azt úgy, a Final Four-t úgy törölték, ahogy van. Ennek szerintem igazából egyetlen ok az, hogy a Rostov negyeddöntőt játszott volna. A főszponzornak mindenképpen érdeke lett volna, hogy lejátsszák a negyeddöntőket, mert hát azért jó lett volna, hogyha ismerjük ugye a kötődéseket, ha Rostov bejut a Final Four-ba. A férfiaknál viszont miután Kölnbe lefoglalták a Final Four-nak az időpontjait, ott nem lett volna esély negyeddöntőt játszani. Ezért azt mondom, hogy a nőknél van negyeddöntő, a férfiaknál nincs, az teljes nonsens. De mivel a férfiaknál nem lehet negyeddöntő, a nőknél is el kellett volna törölni. Inkább eltörülték az egész. Hát így jártunk. Na jó, de egyáltalán te azt gondolod, hogy lesz Kölnben Final Four? Nehezen tudom ebben a pillanatban elképzelni, tényleg, hogy Attila célzott rá az előbb, hogy zsúfolt Papp László aréna van mögötted, hát hogy bármennyire is zsúfolt Lanxess arénát lássunk a rendkívül szigorú német szabályok, egyetemben, vagy idevéve, mert ugye láttuk a Nantes-Veszprém meccset, ahol meg telt ház volt szinte, tehát vagy 4-5 ezer ember, tehát teljes az összevisszaság itt is. Minden, persze. Hát most, ha belegondoltok, a futballra mondják azt, hogy azért a futball a mérce, amikor kezdődött az egész Covid, ugye az utolsó 2 BL nyolcaddöntő visszavágó, volt egy Valencia-Atalanta meccs zárt kapuk mögött, és volt egy Liverpool-Atletico Madrid meccs 52 ezer nézővel, és utóbb, mint diagnosztizálták, azok közül 41-en elhunyt a koronavírus. Most legyél okos. Hát élén képzelőrő kell hozzá nekem is, hogy 20 ezer néző előtt Kölnbe Final Four-t rendezzenek. Igen, de szerintem nem lesznek nézők, viszont megtartják nézők nélkül is, ami nyilván szomorú, de én azt gondolom, hogy sokkal jobb, mintha egyáltalán nem lenne semmi. Mert azért néző nélkül lehet játszani, mert a játékhoz játékosok kellenek, meg labda.
és ugye van a tévé, és ráadásul ugye egy ilyen Final Four kétségtelen, hogy 20 ezer néző a sokat számít, de azért itt 100 milliós nagyságrendű tévénézőre lehet számítani, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt te is így mint kommunikációs guru aláírhatod, hogy azért egy ilyen eseményt, akár csak a tévéért is, úgy, mint a fociba, érdemes megrendezni. Abszolút, hát két okból is. Egyrészt azért, mert a sportban, hogyha egy verseny elkezdődik, az jó, az a verseny befejeződik. Az mindenkinek jó, tehát jó, hogyha tudunk győztest hirdetni, és az, ahogy mondod, az ki lehet hirdetni, akkor is, ha nincs néző. A másik meg a gazdasági része a dolognak. Tehát ugye ellenszolgáltatást akkor várhatsz, hogyha teljesítesz. Teljesíteni meg akkor tudsz, hogyha lejátszottad a meccset. A tévénézőknek, a főszponzoroknak, a névadó szponzornak, mindenkinek. Persze, hogy hiányozni fog az a 20 000 ember, meg az a meccsjegy, amit megvett volna a bevétel, de sokkal inkább hiányozna, ha nem lenne semmi. Nyilvánvaló. Igen, hát így jön be a képbe majd az, hogy ahhoz sem kell különösebb képzelőre, hogy a klubok majd elkezdjenek elképesztő módon mérlegelni és lavírozni, mert ugye akinek tünetei vannak, erről beszéltünk, az ugye 6-8 hétig biztos, hogy nem játszhat, nem edzhet. A Final Four-t, vagy a Final Four-t követő két hétben, vagy két héten meg kezdődik a világbajnokság, még egyszer mondom elvileg, hol lesz az a határ, mondjuk mit tudom, november környékén, ahol azt mondják a klubok, hogy akkor innentől kezdve nem kockáztatunk, mert aki itt kidől, az biztos, hogy nem játszhat majd Kölnben, nem mehet a VB-re, bár az a klubokat kevéssé érdekli, de mondjuk magát a játékost igen. Tehát ez egy sok játszma is lesz még emellett. Abszolút, mindenféle szempontból. Most még ilyen jópofa kis mellékszálakat nem is említve, hogy ugye a férfi világban neki program ott van, a középdöntő meccseket az úgynevezett új fővárosban játszuk, amely még nem épült fel, szerintem januárig nem fog, ahogy az egyiptom építőiparról én most vélekedem, de ez tényleg egymást tűri, tehát a Covid-tól teljesen független. De én is azt gondolom, hogy nagyon nehéz klubokat kötelezni, a klubon belül nagyon nehéz játékosokat kötelezni, ugyanez az olimpiára is fel fog vetődni, az olimpiára is igaz lesz. Mi van, ha valaki azt fogja mondani, hogy én nem vállalom a kockázatot? Az egyik csapatnak a négy legjobb játékosom. Erről egy távolúra mondja, az legalább csak magáért szerette. Na de tovább megyek, ez már aztán végképp nem kézilabda, hanem egészségügyi, meg ilyen személyiségi jogi kérdés, hogy azt mondtad, hogy 22-vel kapcsolatban optimistább vagy, mert addigra meg lesz a vakcina. Oké, és arra majd lehet kötelezni játékosokat, csapatokat, hogy beadassanak egy vakcinát, ami még nincs 10 éves históriája, tehát mondjuk fogalmunk sincs róla, hogy pontosan milyen szövődményei lehetnek. Bárkinek szíve joga félni ettől a vakcinát, és azt mondani, hogy bocs, ti adjátok be, én nem. És akkor mi lesz? Ez szerintem erre elég egyszerű a válasz. Kötelezni nem lehet rá senki, de azt viszont lehet mondani, hogy ha nem adatod be, akkor nem játszol. Pont. Mert ilyen szabályt lehet hozni. Mint ahogy csütörtök, hogy azt lehet mondani. Kérnek, meg megmondják, hogy milyen mezbe legyél, meg milyen cipőbe, meg hogy teheted fel a könyökvédődet. Hát jó, oké, de a mez, a cipő és a könyökvédő az nincs befolyással a te egészségedre, meg a szereteidére egy ismeretlen... Azért mondom, ha nem adod be, az már egyszer... Szerintem ez így lesz. Jó, lehet, hogy így lesz, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy azért ezt hogy lehet majd szabályozni. Borzalmasan sok kérdés van. Persze, hát a sportvezetők felelőssége most ebben az elmúlt nem egészen egy évben ugrásszerűen megnövekedett, hiszen azért lássuk be, nem a világ legrosszabb hivatása vagy feladata volt sportvezetőnek lenni, mert olyan eszelős felelősséggel és azonnali tragikus gyakorlati következményekkel nem járt egy-egy rossz döntés. Most igen, nagyon észnél kell lenni. Na hát ez nagyon pozitív jövőbe csengő végszó volt erre a beszélgetésre, de valóban így van, ugye most mi is nagyon sokat, még a megszokottnál is többet beszélgettünk itt az elmúlt hetekben, hónapokban, sportvezetőkkel, és hát tényleg sok minden eszembe jutott róla, csak az nem, hogy ez egy irigylésre méltó szakma, vagy feladat lenne mostanság. Elképesztő tényleg a helyzet. Lehet, hogy mondat... ez kicsit kiszelektálja majd a sportvezetőket, mert azért valljuk be, az utóbbi 30-40 évben a sportvezetőség az nem mindig a tehetség alapján dőlt el, és sok sportágban, nemzetközi szinten is egy csomó olyan sportvezető van, aki pont ahogy az Attila mondta, nem volt olyan nagy felelőssége, lehetett lenni, tárgyalgatni, utazgatni, nézegetni a meccseket, és igazából nem kellett nagyon mélyen gondolkodni a következményeken. Hát
lehet, hogy most azért kiderül majd, hogy akik nem tudnak jól gondolkodni, ott azért váltásra van szükség. Talán ennyi pozitívuma lehet ennek a helyzetnek. Na, mégiscsak meg. Pozitív végszó, és egyet is értek. Akartam mondani, csak megtaláltuk az optimista kicsengést. Na jó, hát köszi, Jati, hogy a rendelkezésünkre álltál. Jó volt a beszélgetés. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy záros határidőn belül jussunk már oda, hogy a kézi vezérlésben a kézilabdáról beszélgessünk, és tényleg ne az már legyen már téma, hogy kinek pozitív vagy negatív a vírus tesztje, mert azért ez egyébként rémisztő, hogy mennyire tematizálja ezeket a sportról, elméletileg sportról szóló beszélgetéseket is. Egyébként a szövetségben van tesztelés? A szövetségben már volt tesztelés, mindenki negatív lett. Az egy jó hír. Akkor ez egy irányadó. Köszönjük szépen, Attila, még egyszer. Önöknek a figyelmet. Köszönjük, ez volt a kézivezérés. Extra jövünk a jövő héten is. Viszontlátásra.